Harangok vonulása. Hervai Gizellának. Ma kedvem volt kiülni a filagóriára. A nap és én pont egy szögből sütöttünk egymásra. Azon gondolkodtam, hogy miért készítenek még ma is gyékénykosarakat. Zsakakat gyötör az antikvitás. Akiket gyötör, azok tudják csak, hogy visszanyúlni érte nem lehet. Ilyenkor látom meg, hogy mennyire szép a kert. Mikor a megizzadt gazok közé beékeli magát a tavasz. Hiányoltam a társaságot, és már kávét kívántam. El akartam panaszolni valakinek, hogy engem összegyűr a változás, és hogy hiába mondom, nem adom oda ezt a földet, nem értik meg. Az emberek megtapasztalják, mit jelent. Elvették. Nekem nem volt kedvem ezen töprengeni. Felfutnak a rózsák, lefutnak a rózsák. Én bolond rózsák, gondoltam. Csak elfutni nem tudnak. Mindig azért törtünk meg, mert tudni kellett a kottákat, és nem volt szabad megértenünk. Mindenem, amin van, ide kívánkozik, suttogtam a repedezett festésnek. Felírta a mállás a falakra. Harangozni kezdtek. Azt gondoltam, a harang az egyetlen, ami most állandó. Isten tudja, hány helyen jártak már. Visznek magukkal gyászt, tájakat és ballonyi állatot. Aztán csak vonulnak. Vonulnak a harangok.